iskola kezdés Üllőn és Gyálon, az általános iskolában és az alapfokú művészeti iskolában is elkezdődött a tanév. Hagyományteremtő keresztútjárás Üllőn, a városban található utak melletti keresztek meglátogatása és a hagyományápolás volt a cél. Add le az elhasználódott számítógépedet, hűtőszekrényedet, a 100 cm-nél kisebb ipari szerszámokat, megfigyelő eszközöket és rádiótelefonokat is várnak. Mak Marcitól Ludas Matyiig, igazi közösségépítő, összefogást igénylő tevékenységé vált Üllőn a kerítés és falfestés. Óriás homokozót adtak át Gyálon, a településen kiemelten fontos feladatnak tartják a helyi játszóterek modernizációját. Fókuszban a negyedik hullám, újra nő a megbetegedések száma, így Gyálon is zajlik az ismétlőoltások felvétele. Díjazták a gyáli terményeket és a konyhakerteket. Az Édenkert Magyarország című pályázat és a 39. terménykiállítás legjobbjait hirdették ki. Szüreti bál Maglódon. A szüreti felvonulást a Maglódi Nőklub szervezte, amelyet az önkormányzat és a Magház is támogatott. Nyílt kerékpársáv és csapadékvízelvezetés Ócsán. A falu Tamás utca új útburkolatot kapott és parkolóhelyeket is kialakítottak. Új bölcsőde Nagy Kátán. A 411 millió forintos támogatással épült gyermekintézmény 4 csoportban 48 férőhelyet biztosít. Elmarad a szüreti felvonulás Felsőpakonyon. A nagy hagyományokkal rendelkező szüreti rendezvény sorsáról a helyi képviselők döntöttek. Felelős állattartás Felsőpakonyon. A sikeres pályázat következményeként 1 millió 300 ezer forintos támogatáshoz jutottak a pakonyiak. Felújítják a Vasadi utakat és a ravatalozót. Az önkormányzati feladatellátás szolgáló fejlesztések című projekt keretében zajlik a munka.